Jelentősen javult Nyíregyháza életminősége az elmúlt 10 évben. A Debreceni Egyetem egészségügyi karának vizsgálatából az is látszik, hogy a várható élettartam, valamint a megnyert életévek száma is növekszik a nyíregyházi járásban. A háztartás panel vizsgálatban több mint 540 családot kérdeztek meg, olyan szempontokat figyelembe véve, amelyek az életminőségükre, valamint az egészségügyi állapotukra vonatkoznak. A vizsgálat 2008-ban indult, és azóta már 5-ször keresték fel újra a válaszadókat. A kutatás sorozat azonban több szempontból is különleges és Európa szerte egyedülálló. A 10 éves kutatás az életminőséget nem csak a nemzetközi gyakorlat szerinti néhány aspektusból vizsgálta, hanem sokkal összetettebben, 7-8 különböző dimenzióból is. Erre azért volt szükség, mert az életminőség ugyanúgy függ az egészségi állapottól, mint akár a család jövedelmétől, a társas kapcsolatoktól vagy a foglalkoztatottságtól. Az eredmények kiemelten fontosak a jövőbeni pályázatok, városi fejlesztések, valamint a szükséges egészségügyi beavatkozások megtervezésében. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban dr. Fábián Gergely, a Debreceni Egyetem egészségügyi karának általános dékán helyettese, és hát nem utolsó sorban szociológus, ami ugye a témák szempontjából a legfontosabb. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Első körben arra lennék kíváncsi, hogy hogyan végezték el ezt a felmérést, illetve végzik évről évre? Gyakorlatilag ugye a felvezetőben is elhangzott, hogy ez egy úgynevezett panelvizsgálat. Ezt nagyon érdemes egy kicsit, hogy most nem csak elmagyarázni, az nem azt jelenti, hogy a panellakásokban élőket vizsgáljuk a városban, hanem hogy igyekszünk mindig ugyanazokat a háztartásokat felkeresni az adatfelvételeknél, tehát azt a standard mintát vagy kört próbáljuk megkeresni. Ez módszertanilag hosszú évekig működött is, de azért mindig vannak olyan kieső háztartások, akiket valamilyen szempontok alapján pótolni kell, mert vannak, akik elköltöznek, nem tudunk utánuk járni, de azért alapvetően róluk azt nagyjából tudjuk, hogy milyen összetételű háztartásról van szó, a városnak melyik körzetében laknak. Tehát akkor, amikor mi kiválasztunk egy mintát, ami ugye elhangzott, ez egy viszonylag nagy létszámú minta, Nyíregyháza város lakosságához mérve, akkor mi mindig kiválasztunk egy úgynevezett tartalékmintát is, és akkor onnan tudjuk beléptetni azokat, akiket valamilyen úton, módon pótolni kell. Tehát ez a panel kifejezés, ez erről szól. És általában 2 éves ritmusban keresünk fel a háztartásokat. Volt, ahol volt egy kimaradás ugyan, de ez igazából nem befolyásolja azt, hogy ne lássunk tendenciákat az elmúlt 10 évre vonatkozóan. Tehát nagyon egyszerűen elmondhatjuk azt, hogy bekopogtatnak, illetve becsengetnek. Ez így van. Tehát amikor megkapjuk egy nagyon hosszú nevű központi hivataltól a címeket, ők mindig abszolút reprezentatív mintát adnak. Nekünk az a szerencsénk, hogy úgy kezdődik a nevünk, hogy Debreceni Egyetem, mert így ingyen kapjuk meg ezt a mintát. Meg kell adni azt, hogy mit szeretnénk, ingyen kapjuk, de egyébként a nagy kutatóintézetek is innen vásárolják. Nem olyan borzasztóan nagy összeg, de így mondjuk ahhoz, hogy mi tudjuk igazolni, hogy ez egy tudományos felmérés sorozatról van szó, így mi mindig megkapjuk. Annyi, hogy ezt nem küldik el semmilyen úton, ezt nekünk el kell hozni fizikailag. Nézzük a szempontokat, hogy mire voltak kíváncsiak, illetve mire kíváncsiak. Tulajdonképpen 7-8 olyan nagyobb tényezőt vizsgálunk, amiről mi úgy gondoljuk, és annak ellen úgy definiáltuk, hogy meghatározza a városlakóknak az életminőségét. Ez jelenti a foglalkoztatottságot, tehát a gazdasági aktivitást, jelenti a jövedelmeket, a lakás, lakhatással kapcsolatos, a lakókörnyezettel kapcsolatos mutatókat, az egészségi állapotot, a társas, úgynevezett társas kapcsolatokat, tehát viszonylag sok dimenzióban próbáljuk meg feltárni azt, hogy mi jellemző a nyíregyháziakat, illetve hogy az elmúlt 10 évben milyen változások voltak. Ezek alapján mi mondható el, hogy hát akkor nézzük az összképet, hogy mi az, ami a legjobban befolyásolja a nyíregyháziak életminőségét? Alapvetően érdekes módon első helyen mindig az a mutató jön, ami az egészségi állapotra vonatkozik, ugyanis az egészségi állapot, hát az befolyásolja a munkavégzést is, tehát hogyha valaki krónikus betegségben szenved, az nyilvánvalóan sokkal nehezebben tud egyáltalán munkát vállalni, vagy munkához jutni. És alapvetően az embereknek a, fogalmazunk, hogy boldogságérzetét, vagy közérzetét is nyilvánvalóan erőteljesen befolyásolja. A másik mutató, ami ezzel nagyon hasonló módon erőteljesen hat,
az az, hogy van-e valakinek munkája, és így viszonylag tűrhető jövedelme, illetve hogy mennyire biztonságos ez a munkahelye. Tehát most ezt abban az értelemben, hogy mennyire érzi úgy mondjuk egy munkavállaló, hogy az ő foglalkoztatottsága az hosszú időre biztosított, normál feltételek között dolgozik, ez alatt azt értem, hogy mondjuk egy napi 8 órás, heti 40 órás teljes munkaidőben foglalkoztatott állásról van szó. Azt jól lehet érzékelni, hogy a nyíregyházi munkavállalók azért alapvetően ezt preferálják, emiatt alacsonyabb is azoknak az aránya mondjuk, akik részmunkaidőben vagy valami egyéb, úgy szoktunk fogalmazni, atipikus formában foglalkoztatottak. És a foglalkoztatottságról, ha beszélünk, akkor ugye mit éreznek az utóbbi időben? Egyre biztosabbnak érzik a saját munkájukat, munkahelyüket? Ez így van, hogy egyre biztosabbnak érzik. Másrészt, hogyha 10 évet lekövetjük, akkor azt lehet látni, hogy két időszakra lehet nagyjából osztani ezt a 10 évet. Volt egy 2008 és 10, még azt is mondom, hogy 12-ig tartó időszak, ugye ez volt az a gazdasági, financiális válság, ami hát érintette azért a várost is. Lehetett tapasztalni, hogy nőtt a munkanélküliség, ugye az egy olyan 5-6%-ról akkor felment 10-11%-ra is. Ezzel párhuzamosan a jövedelmek enyhén csökkentek, de inkább azt mondom, hogy stagnáltak, miközben azért volt minden évben x százalék infláció is. Tulajdonképpen a fordulat az valahol 12-13 körül érzékelhető, enyhén nőtt a foglalkoztatottság, de aztán 2015-től 18-ig, tehát fogalmazom, az elmúlt 3 évben gyakorlatilag robbanásszerűen nőtt, hiszen egy olyan 57%-ról indultunk, és most már 68%-nál tartunk, ami a foglalkoztatottságot jelenti. Ez nagyjából megegyezik az országos adattal, és 4%-ponttal kedvezőbb, mint a megyében, vagy mondjuk az észak-alföldi régióban. Mi a helyzet az egészségi állapottal? Hiszen ugye ezt mondta, ezt nevezte a legfőbb szempontnak, csak erről még nem beszéltünk, tehát az utóbbi időben javult-e a nyíregyháziak egészsége? Abban az értelemben igen, ugye mi mondjuk kórházi záró jelentéseket nem tudunk vizsgálni, de megkérdezzük az embereket, hogy milyennek tartják, és ez általában szakmai kifejezés élőben korrelális azzal, hogy mondjuk valakinek van egy tartós betegsége. Kedvezőbbnek ítélik meg sokkal, mint jó pár évvel ezelőtt. Ugyanakkor viszont azt is meg kell mondanom, hogy van egy nagy differencia a férfiak és a nők között. A nők sokkal többet foglalkoznak az egészségükkel, egészségállapotokkal, sokkal gyakrabban mennek el akár a házi orvoshoz, akár valamilyen szűrővizsgálatra. A férfiak akkor foglalkoznak ezzel, ha már baj van. Tehát ha már fáj, ha már jól érzékelhetően valami probléma van, tehát itt az, hogy azt mondjuk, hogy általában véve kedvezőbb helyzetet lehet regisztrálni 2018-ban, az a nemek közötti differencia ez továbbra is él. Vannak-e még olyan tényezők, amelyek befolyásolják az életminőségünket? Gondolok itt például arra, hogy hát nem mindegy az a környezet, ahol élünk. Ez így van, hát gyakorlatilag Nyíregyházának is vannak sokkal kedvezőbb városkörzetei, és vannak kedvezőtlenebbek. Csak egy példát hadd mondjak, a Józsavárost tulajdonképpen két körzetre osztottuk, tehát hagyd fogalmazok, a régi Józsaváros, ami már évtizedek óta van és működik, és van egy ilyen újabb része, mondjuk a Korányi Frigyes utcának a jobb kéz felé eső része, ahol ilyen családi házas övezet van. Gyakorlatilag azt lehet látni, hogy a kettő között, bár lehet, hogy csak egy pár száz méter van a kettő között, nagyon jelentős differenciák vannak. A régi Józsaváros például előregszik, ott nagyon sok az idős, nyugdíjas háztartás, szemben a másik oldalon, amelyik fiatalosabb, hiszen oda új beköltözők érkeztek az utóbbi időben. Tehát vannak kedvezőbb körzetek. Egyébként említhetném Örökösföldet is, mert van egy mondjuk úgy régi Örökösföld, és most ott épülnek házak, tehát ott is vannak ilyen típusú differenciák. És az az érdekes, hogy a város terében egyébként néhány száz méterre teljesen más társadalmi helyzetű csoportok élnek. Ezért szoktuk azt mondani, hogy rendben van, van egy olyan mutatónk, hogy szegénységi ráta, ami jelentősen csökkent 2008-ban egy olyan 16,5%, ma már 12,5%-nál tartunk. De ez nem jelenti azt, hogy ez a 12,5%, ez mondjuk ugyanabban a térben lakik a városban, hanem sokfelé kicsit szétszóródva.
Ha jól tudom, akkor önök kidolgoztak egy mutatót is, és hát ugye egy összefoglaló néven mondjuk az, hogy az életminőség, a nyíregyháziak életminősége, de önök ezt valami számokban is integrálták, ugye? Ez így van. Tulajdonképpen ez nem is az elején merült fel, hanem olyan 2012 körül, hogy annyi mindent mérünk, amit elmondtam, ugye, és ráadásul ezeknek a részleteit is, tehát most nem is mentünk bele az, hogy mondjuk a foglalkoztatással kapcsolatosan ott legalább 30 kérdés van, ami különböző a munkaviszonya, a munkavégzéssel kapcsolatos dolgokat méri, hogy néha úgy éreztük, hogy elveszünk a részletekbe, tehát mindig megpróbál az ember valami összképet látni, hogy hogy alakult, és akkor találtuk ki azt egy kollégámmal, hogy próbálj már meg egy számot, egy indexet kitalálni, amiben ez mind benne van, de egy számban megpróbálja kifejezni azt, hogy az életminőség az milyen a városban. Ezt mondjuk 2015-ben már alkalmaztuk, meg próbáltuk úgy tesztelni, hogy működik-e. Akkor lehetőségünk volt nem csak Nyíregyházán, hanem a Nyíregyháza járásban is elvégezni ezt a kutatást, és akkor így sokkal több adat és információ állt rendelkezésre. Úgy tűnik, hogy működik, és most már minden adatfelvételnél ezt alkalmazzuk. Ez a mutató is sokkal jobb, mert azt mondom, hogy 2015-ben ez volt olyan 6,5-6,7, ez egy olyan mutató, ami mínusz értéket is vehet fel, és plusz értéket is. 6, hát most már 9,7-nél járunk, majdnem azt lenne, picit kerekítek, akkor most 10 pontos az életminőségi indexe a nyíregyháziaknak. No, tehát akkor honnan indultunk, tanárom? És most akkor? Az indulás az azt jelenti, és én főleg a 2008-2010 közötti időszakot emelném ki, amikor volt egy olyan válság, ez sajnos érintette a várost is. Alacsony foglalkoztatottság, a jövedelmek stagnálnak, ez az életminőség index, ez úgy 6,2 között, de igazából nem változott ebben az időszakban, és aztán 13-tól van egy javuló tendencia, ami felgyorsul 2015 után, tehát az elmúlt 3 évben, és gyakorlatilag minden mutatóban kedvezőbb helyzet regisztrálható, vagy volt regisztrálható tavaly a városban, és ez az életminőségi index is, ez egy elég jelentős, ez 3 egész pontnyit emelkedett a városban. Az a korábban is volt enyhe emelkedés, de ott 0,2-0,3 tized pontnyi emelkedést tudtunk csak mérni, most azért 3 egészen jóval magasabb volt. És ezt érzik a nyíregyháziak, mert amikor azt is meg szoktuk kérdezni, hogy hogyan ítéli meg a háztartásának a helyzetét az előző 2-3 évhez viszonyítva, megduplázódott azoknak az aránya, most már 30% körül van, akik úgy nyilatkoztak, hogy sokkal jobb lett a helyzetük, mint korábban volt, és ezzel párhuzamosan ugyanennyivel csökkent azoknak az aránya, akik úgy gondolják, hogy rosszabb lett a helyzetük bármilyen szempontból, mint volt korábban. Tehát a szubjektív megítélése is jobb a jelenlegi helyzetnek, és ez még hozzáveszük, hogy a társas kapcsolatok is ma már sokkal szélesebb körűek, mint voltak, illetve egyre többet vesznek részt az emberek, mondjuk úgy magántársasági összejöveteleken, és sokkal pozitívabban ítélik meg az emberi kapcsolataikat, akkor azt mondom, hogy egy sokkal kedvezőbb összkép jellemezhető ma Nyíregyháza. Mit lehet profitálni ebből a felmérésből? Végtére is miért készült akkor? Alapjában véve ez tulajdonképpen két sínen fut folyamatosan. Az egyik, hogy az önkormányzat számára, vagy a szociális egészségügyi ellátó rendszer számára folyamatosan tudunk adatokat és információkat produkálni az életminőséggel kapcsolatosan. Hol az egyik mutató, hol a másik a fontosabb, ez attól függ, hogy mondjuk éppen milyen fejlesztési elképzelések vannak, vagy milyen pályázatok készülnek, de ezt többféle intézmény tudja hasznosítani. Nekünk pedig van egy olyan kutatási projektünk, amiben nem csak a kollégák, hanem az oktatók mellette a hallgatók is részt tudnak venni. Fontos szerepet játszanak a hallgatók, ők ebből egyébként szakdolgozatot, tudományos diákköri munkát tudnak készíteni. Így aztán mindenki profitál a dologból. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is.